Sziasztok, köszöntök szépen mindenkit itt újra egy újabb Sproutos epizóddal, és hát a mai részben két dolgot terveztem. Elsősorban szeretnék tovább haladni az Astral Sorcery módban, másodszorban pedig tök jó lenne megnézni, hogy mit is tud ez a grappling hook pontosabban, amit az előző részben készítettünk el. Na most ugye ennek többfajta változata is van, és szerintem egész sok grappling hookot el tudok készíteni, mert hogy igazából annyira nem bonyolultak, szóval kipróbálgathatnánk ezeket a többi változatát is. Tehát volt itt nekünk ilyen motorized grappling hook, meg ender grappling hook, meg magnetic, meg ilyesmi, mit tudom én. Szóval ezeket is majd megnézhetjük, amit el tudunk készíteni. De elsősorban én akkor azt mondom, hogy közben szereztem egy pár nether quartzot, és ebből én össze is dobnék egy pár chiselt quartz blokkot, vagy nem is tudom pontosan mire van szüksége az építészünknek, de hogy tudjon tovább haladni a főtérre, úgyhogy készek neki egy nagy adagot. És ja, azt hiszem ilyen quartz pillárokból kell átcraftolni, és csak simán a slabből is meg tudjuk kapni. Oké, hát akkor elég, hogyha csak slabeket készítek, azt hiszem ebből 36 kell neki, szóval elég sok, de majd meglátjuk. Igazából ő majd úgyis elboldogul vele. Mennyit írt pontosan? 36-ot, ja igen, akkor készítek még egy párat. Hát remélem ki fog félni belőle, mert nem szeretnék most emiatt, oh no, nem fog kifélni belőle, pont nem fog kifélni belőle, pedig nem kellett volna sok hozzá. De, úristen, és még maradt két kvarcom. De jó ég, hát akkor ez nagyon-nagyon ki lett számolva, pedig igazából csak egy random mennyiséget hoztam fel, amit úgy kb-re jól éreztem. De hát akkor ez így pont megfelelő is neki. Na tessék, itt van, és ugye neki ezen kívül még nem csak ez kellett, hanem egy pár inda is, úgyhogy azt is hozok neki. Remélem azóta itt megnőttek ezek. Hát annyira nagyon nem nőttek meg. Persze, hogy nincsen nálam most éppen, hogy hívják ezt? Olló, de majd mindjárt készítek egyet. És hát akkor majd a cél az lesz a rész végéig, hogy találjunk magunknak egy olyan területet, egy olyan felhőt a levegőben, amin igazából egy kis bázist is kialakíthatnánk. Vagy hogyha pont felhőn nem is, mert azt majd ugye ez a resonator, vagy ez a Skywave resonator határozza meg, hogy hova érdemes majd telepítenünk az Astral Sorcery-s dolgainkat, de hogy majd valahová építeni kéne, valahová a levegőbe is egy tök jó kis, tehát egy ilyen Astral Sorcery-s bázist, amit nyilván majd a legegyszerűbben Waystone-okkal tudunk megközelíteni, vagy akár ezzel a grappling hookkal is majd kiteszteljük. Oké, kajálok egy kicsit előtte, és na nézzük akkor, mennyit tudunk begyűjteni. Szerintem ebből olyan sok nem kellett, talán egy 10 darabra van szükség. Wow, ez ilyen gyorsan visszanőtt. Ez durva. Akkor így ezzel egy pluszt szereztem. Ez komoly, hogyha ezek ilyen gyorsan visszanőnek, akkor az nekem csak jó. Itt is van még, itt is. Ezeket itt szerintem teljesen le is szedem. 13 van. És hát ugye ennek segítségével akkor majd nem kell elrohangálnunk a dzsungelbe, mert azt most nem szeretném. Eleget galandoztunk az elmúlt epizódokban, és voltunk is egy párszor a dzsungelbe, és ott voltak azok a húsevő növények, és azért nem kockáztatnám, vagy hát annyira nem voltak erősek, de hogy az nem szívesen bajlódnék velük, hogyha itthon is meg tudjuk ezt csinálni. Ja igen, mi kellett neki még akkor ezen kívül? Mert szerintem még volt neki valami, hát még Vinebog kéne még egy ugyanilyen adag, és Sunflower, nem tudom, hogy szereztem-e, de majd akkor azt is kell hozni. Meg még akkor földet, meg kábel, hát ez sima ügy. Stinkynek közben akkor adok egy pár húsit, mert szerintem ő is rég volt már megetetve. Bár a mérete az nem csökken, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon le fog itt soványonni egyébként is nekünk, de nem mindegy, most lesznek itt bekészítve kaja. Borzasztó ez a görény, hihetetlen milyen lusta, nagyon valóságban se túl aktív élőnyek. De ő szerintem ez kifejezetten lusta, és folyamatosan néz, mindig onnan néz a szoba egyik sarkából. De mindig, szóval ugye ott tartottunk, hogy föld kell neki, ez így elég is lesz. Ó, nálam volt is már föld, akkor azt nem is tudom, minek vettem magamhoz. Kell egy kis cobblestone fence, ebből volt is nekünk, de szerintem még készítek is. Biztos, ami biztos. Oké, és így ez egy jó ideig neki elég is lesz. És a kérdés ugye az, hogy van-e napraforgónk. Hát, úgy látom, hogy az pont nincsen, pedig biztos, hogy mentem már el egy nagy adag napraforgó mellett, de majd hogyha lesz, akkor vagy lehet valahogy készíteni, esetleg valószínűleg botanián belül biztosan. Hát igen, egyelőre még a botaniában nem kezdtünk bele, pedig igen, egy hasznos mod, úgyhogy érdemes mindig szem előtt tartani. De közben megy le lassan a nap, ez tök király. Úgyhogy majd akkor elkezdhetjük használni ezt a Skywave Resonator-t, hát ha most már mutat valamit az előző próbálkozásokkal ellentétben. Ja, Iron Bars kellett még egy olyan 6 darab. Tessék,
Oké, meg leszünk ezzel így egy ideig. Jó, szuper. Na és akkor most már csak egy magas helyet kell találni. Na, itt az idő, akkor kipróbálni ezt a grappling hookot, hogyan is működik. Mondjuk, hogyha én csak kattintok vele mondjuk arra fára, akkor elég gyorsan kilőtte magát, és hogy tudom oda felhúzni magamat? Shift, aha. Shiftet, hogyha lenyomom, és utána VSAD-vel mozgatom magamat, akkor tudok így fellebb menni, de... Ez, ó, de jó ég, milyen messze. Ilyen messzire ki tudja magát lőni? Ez így nem annyira egyszerű, és hogyha dupla space nyomok, akkor meg, wow! Akkor meg így egész könnyedén tudok mozogni, hogyha oda lövöm a házra. Oké. Jeez, jaj, te jó ég! De ez veszélyes, és így mindenen keresztül. De végül is, végighúztam magamat a fél talajon, de... azt hiszem, sikerül ide is feljönni. Ez egy nagyon király tudsz, hogy lehet, hogy ez ennyire olcsó, miközben ilyen iszonyatosan jól lehet vele mozogni. Oké. Na most akkor kérdés az, hogy az eredeti cél az, hogyha egy felhőbe belelőjük, vajon ott is, abba is képes beleragadni? Nem merem, mert végén még leesik, aztán sebzők valahol ott a víz fölött kéne ezt kipróbálni. Mondjuk... oda szaladok. Félek, hogy egyszerűen kinyírom magamat. A fall damage az még mindig... itt is vannak még múrakok. Szóval az még mindig eléggé csak sokat tud rám sebezni, úgyhogy... Közben Skywave Resonator az mutat valamit? Itt a környéken. Lehetőleg nem túl gyakori ez a helyszín, ami kifejezetten alkalmas rá, de majd... Majd így nézegetjük akkor ezeket a területeket, hát ha majd mutat valami ilyesmit. Na zombi, ezt figyelj, egy másodperc alatt eltől kell venni, mondjuk ez itt. És beleakad, hát ez hihetetlen. Ez őrület, mint hogyha az ember game módban lenne, úgy lehet vele ezzel szállni. Sőt, wow. Be lehet ám rendesen lengeni ezzel a cuccal. Te jó ég! Nem csak lengeni. Hát mi ez? Szerintem itt... Jézusom! Azt hiszem egy ilyen föld körüli pályára álltam. Itt a felhő körül. Hihetetlen ez a cucc. Kis kötél, és aztán a játékos úgy megtartja, hogy azzal aztán lehet lengeni a végtelenségig. Úristen, amikor lecraftoltuk ezt a grappling hookot, nem gondoltam, hogy ez ilyenekre képes. Mi, hogyha teljesen felhúzom magamat a felhőig? Úristen, felhúzni mondjuk nem annyira gyorsan lehet magunkat, de közben lehet szemlélni, hogy esetleg nincs-e itt a Skywave Resonator, nem mutat-e valamit itt esetleg, amerre... Ez lehet neki nagyon nagy magasság, és innen ilyen magasról már nem tudom kiszúrni. De már mindjárt fel mondjuk a felhő. Most kérdés, most hogyha itt leesek, akkor itt nekem végem van? De jó ég, egy kicsit arra megyünk. Így, várjátok, be kell lengeni. Oké, nem, most egy kockázatos művet lesz, mert kilövöm újra. Jaj, ne! Oké. Pedig jó lett volna. Jó, belengünk. Oké. Hát ez hihetetlen, én vagyok a paukember. Hát nem vagyok én paukember, de az vagyok. Amúgy. Ja, ezzel nem számoltam. A felhőn átcsúszok. A felhő nem tudunk megállni. Tényleg a felhő az nem egy olyan blokk, ami... Viszont valamit elkaptam, vagy mi a fene? Nem, csak kilőttem az űrbe. Hát ez olyan messzire el tud menni, a holdban nem tudom esetleg belelőni magamat? Na és abban a másodpercben, hogy kilőttem. Most lehúztam a holdat az égre. Hova tűnt? Jó, egyébként csak az eső miatt nem látszik, de ez valami elképesztő ez a cucc. Valami hihetetlen. Na jó, egy kicsit azt hiszem jobb lenne, hogyha visszavonulnánk a bázisunkra, mert most aztán kezdenek el elharapózni a dolgok. Jó, pedig az a helyzet, hogy nem szívesen aludnék most, mert ugye nekünk az este kéne ahhoz, hogy lássuk, hogy ez mit mutat nekünk, de a helyzet az, hogy annyira zavaró ez az eső, meg olyan nagy vihar lett. Nem is tudom, volt-e már ekkora vihar a sorozat életében? Most mennem kell egy kicsit, mert már nem bírok futni. Na igen, szóval nézzük, hogy mutat-e itt a környéken valamit. Kicsit itt járkálok, és hát, ha belefutunk valami sötét felhőben. Ez a vihar, ez most nem hiányzott. Belém nem fog esetleg csapni a villám, mert most már lassan olyan eső van. Don't Starve itt a Sanity már úgy menne le, mint az állat. Erőt teszem be egyébként, hogy most pont hirdetünk egy Don't Starve-os rajzverseny. Na nézzétek, erről beszéltem, közben megtaláltuk ezt a felhőadagot, amit kerestem. Szóval hirdetek, van itt esetleg felettünk, amivel bele tudok kapaszkodni? Pont nincs itt felhő, vagy csak nem látszik az eső miatt? Pedig, hogyha ilyet találunk, ilyen kék jelzést, akkor ugye ez azt jelenti, hogy itt erősebbek a csillagoknak a fényei, és hogyha vannak benne még ilyen fehér kis partikulok, tehát valószínűleg ezek is ilyen kis csillagszimbólumok lehetnek, akkor ez azt jelenti, hogy ez különösen egy erős zóna, amit találtunk, úgyhogy
Ezt érdemes lesz itt majd megjegyezni. De visszatérve, mindegy, szerintem itt még egy kicsit körbenézek addig. Visszatérve, hirdetünk egy Facebookos rajzverseny most éppen Andival. Szeretnénk újra kezdeni a Don't Starve sorozatot, biztos sokatoknak tetszett, sokatoknak kedvence volt, és mi is nagyon-nagyon imádjuk a játékot, azonban most egy kicsit nagyobb tudással állunk neki, úgyhogy szeretnénk egy hosszabb sorozatot csinálni belőle. Nézzétek, itt is van közben egy ilyen köd. Aha. Igen, és ez itt erősödik meg igazán. Hú, ez itt egy elég nagy terület. Itt esetleg, itt viszont lesznek felhők felettünk szerintem. Ha nem, akkor majd mit csinálunk magunknak. Szóval akarunk kinyitani egy Don't Starve-os stream sorozatot ismételten. És ezt most egy hosszabb sorozatra gondoltuk. Úgyhogy viszonylag rendszeresen, mit tudom én, napi vagy kétnapi streamenként tudunk vele foglalkozni. És ehhez kéne, hogy az index képre megcsináljátok egy kis rajz formájában a karaktereinket Don't Starve-os stílusban. Tehát volt már ugye hasonló. Itt is van közben egy ilyen felhős adag. Ezért nagyon gyenge. Szóval volt már egy hasonló karakter megvalósítás, majd be is szúrom ide a képeket. És hát szeretnénk, hogyha ilyeneket rajzolnátok ti is, és olyan nyereményekért, hogy az első helyzetet jutalmazzuk egy Don't Starve megapekkel. Ez azt jelenti, hogy ugye a Don't Starve és az összes kiegészítőit együtt fel tudjuk ezért ajánlani. Akkor a második helyért egy sima Don't Starve Together-t, és a harmadik helyért pedig egy sima Don't Starve-ot tudunk felajánlani. Hogyha esetleg már megvannak nektek ezek a játékok, akkor viszont más hasonló játékot, hasonló árértékben. Úgyhogy ezt csak így motivációként tűztük ki. Szóval nagyon-nagyon szívesen... Na, az a falusi, az hogy került oda fel? Az ott hogy csináltad? Most valaki ezt mondja meg nekem, hogy sikerült ennek oda felmenni? Azt nem mondja... Ez hogy lehetséges? Belemászott a fába? Az, hogy én nem fogok elázni, inkább bemászok ide a fába. Hát ez jól elbújt, ez lesz itt a városnak az easter egg-je, a különlegessége, ez az ember. Ez hihetetlen, szerintem onnan lelem szedem, jó lesz ez ott. Gyorsan alszok még egyet, hát ha még tudok, és akkor elmúlik ez az eső. Szóval várunk szívesen rajzokat, e-mail címet, ahová tudjátok küldeni, azt megtaláljátok a leírásban. Egy hét rá a határidő. És a nyertesnek pedig majd felkerül az index képre a rajza, két kis karakterünkről, és ha minden jól megy, akkor majd az alapján tudjátok követni az élőadásokat. Egyrészt itt YouTube-on, másrészt pedig Twitch-en is fog lenni mind a két helyen egyszerre, és akkor nem lesz az, hogy valaki Twitch-en szeretné nézni, valaki YouTube-on szeretné nézni, és akkor ezért ilyen kis összeagadások vannak. Na viszont akkor Astral Sorcery, nézzük csak, hogy hol tartottunk. Szóval volt itt még nekünk egy olyan lehetőségünk, hogy Illumination Powder. Na, ez egy érdekes dolog. Szerintem el is kéne készíteni. Kicsit hasonló lesz ez, mint a fágyák, vagy mint ez a mágia, amit a melyik mod is az Ars Magicában készítettünk el. Egy kicsivel jobb, mint a jelenlegi változat, de majd mindjárt akkor meglátjátok. Szóval ehhez nekünk Glowstone Dust kell még. Abból van egy csomó. Plusz ugye a Resonating vendünk, hogy majd aktiválni tudjuk, és remélem, hogy lesz neki elég energia így nappal is, ahhoz, hogy én ezt itt meg tudjam csinálni. Szóval bepakolom, aha, itt ki is adta, úgyhogy szerintem kéne, hogy legyen elég energia hozzá, és jobb klik, el is indul a folyamat, ami továbbra is csodálatosan néz ki, és meg is születtek nekünk, sőt ebből csak még egyet, bár nem tudom minek igazából, annyi a különlegessége, hogy ezeket le tudjuk tenni, így. És hasonlóan működik, mint nekünk ez a mágiánk, szóval egy ilyen kis fényforrást tesz le nekünk, tök ugyanannyit világít ki, mint egy torcs, és várjátok, hogyha ezt itt szétütöm, ezt itt nem tudom már, hogy ezt szét lehet-e ütni, de valahogy csak lehet ide buszítani, mert furán néz neki, hogyha itt van valami kis sárga húgyszerű dolog a kertünkben, vagyis az úton itt a... Na jó, erre majd itt rájövünk, de talán ezzel a resonating vendel, nézzük csak. Nem tudom, na mindegy, ezt majd meglátjuk, vagy esetleg talán írja is a könyv. Sajnos mondjuk ennek a használatáról itt nincsen szó, de hogyha egy kicsit megnézzük még talán az előző fejezetet itt, akkor van ennek az ellentét változata, bár lehet ebben még nem oldottuk fel, de egyébként van ennek egy ellentét változata, amit úgy jönnek, hogy Nocturnal Powder, és szerintem, hogyha van lehetőségünk rá, akkor ezt is el kellene készíteni. Ó, viszont érdekes módon itt az Astral Sorcery-be, nem írja. Egyedül az Illumination Powder van itt. Ez fura. Lehet, hogy ez egy régebbi verzió, ahol még ezt nem tették be. Na mindegy. Szóval ennek még az lenne a különlegesség, hogy ez ilyen dobható is. Ha eldobjátok, akkor pum, úgy
ahová érkezett, ott fog egy ilyen kis fényforrást kialakítani, ilyen szempontból egy kicsit könnyebb ezzel fákjázni, mint ezzel a light mágiánkkal, de ezt is lehet egyébként valahogy úgy fejleszteni az Ars Magicán belül, hogy dobható legyen, és ahová érkezik, ott világítson. Jó, ezeket meg majd valamit erre kitalálok, csak nem maradhat itt a kertben. Készítsük még el, hogyha nappal van ezt a Spectral Relay-t, bár ebben annyira nem vagyok biztos, hogy ez pontosan hogyan kell, vagy ez pontosan mire jó lesz nekünk majd, hogyha használjuk, de amíg nincsen este, addig igazából olyan nagyon sok mindent nem tudunk csinálni az Astral Sorcery modban, úgyhogy szerintem folytatjuk ezekkel a kraftolásokkal, amit még el lehet készíteni. Oké, okay. Először is ezt üvegekkel szépen körbe tesszük, így meg lesz nekünk ez a lencsénk. Vagy nem is tudom pontosan mi ez, ami kellhet hozzá, ilyen glass lens, és ebből már csak szépen így összepakoljuk az előbb láthatott crafting alapján ezt a spectral relay-t. Valószínűleg ez csak egy sima marble kell, nem marble pillar, így, aha, így megvan. Érdekes, hogy eddig majdnem minden craftingot nappal is el tudtunk képzelni, vagy készíteni, ez egy szerencsés dolog, mert például a következő fejlesztéshez, ami szerintem most már rögtön ennek az altarnak a tovább alakítása, azt csak este fogjuk meg tudni csinálni, ugyanis ez biztos, hogy nem lesz elég energiához. Szóval ez a spectral array, ezt nem is ismerem, ez valami olyasmi dolog, hogy azt hiszem terelni lehet vele valahogy a csillagoknak a fényét egyenesen bele az altarunkba, és ezzel egy kicsit több energiát létrehozva hozzá. Igen, éppenséggel, most ez vagy azért, mert estőledik, vagy pedig ez a kis spectral relay csinálja azt, hogy itt több energiánk legyen. Lehet egyébként, hogy ez adja hozzá, mert nem hiszem, hogy még annyira nagyon, de végül is már megy le a nap. Hát akkor viszont nem tudom, valahogy ezzel bele lehet terelni, bár ahhoz valószínűleg ilyen particle effekteket is kéne látnunk hozzá. Igazából ez is egy olyan dolog, ami szintén csak este működik jobban, úgyhogy lehet, hogy csak azért nem látjuk, majd úgyis kiteszteljük, hogyha most lemegy a nap. Illetve akkor én már magamhoz is veszek egy nagy adag építőanyagot, amiből mondjuk azt a fenti helyet meg akarjuk csinálni. Ez még egy pár márvány, hát igazából csak a márványok kellhetnek szerintem igazán hozzá. Jó, és egy crafting table-t viszünk meg, még mondjuk egy ládát, és keressük meg azt a helyet, ami nekünk alkalmas lesz, ahhoz, hogy egy ilyen altart létrehozzunk. Szerintem igazából talán itt volt a legtöbb olyan terület, ami csillagos volt, de nem hiszem, hogy nagy terület kell, mindössze csak egy foltra van szükségünk, úgyhogy igazából mindegy, hogy ezt a pozíciót választjuk altarozgatásra, vagy pedig inkább azt, amit ott először találtunk. De menjünk a biztosra, legyen ez, és akkor itt úgy csak kell már annyira felfelé építkezzünk, mert elég magasan van egy kis tomb tetején ez a cucc, hol van ennek kb. A közepe, talán itt, bár ebben a köt felhőben elég nehéz ezt megállapítani. Jó, és akkor itt el is indulok felfelé, remélem egyébként, bár ezt még én sem tudom, gyorsan ki kell tesztelni, hogyha most megfogom ezt a Skywave Resonator-t, vajon itt is mutatja? Igen, itt is mutatja, szóval bármilyen magasra építhetem, elvileg benne vagyok ebben a hatósugárban, igen. Tehát nem csak ott a föld felszínen van ez a kis felhő réteg, amit itt előbb néztünk. Szóval most már csak jó magasra kéne menni, felhő sajnos pont felettünk nincsen, úgyhogy majd nekünk kell csinálni egy saját díszítésű felhőt, hogyha ezt egy felhőre szeretnénk megépíteni, vagy pedig akár egészen másban is gondolkozhatunk, bár ez csak a dekoráció része, hogy például, ahogy az előző részben is mondtam, egy ilyen kis kastélyszerű lebegő dolog legyen, vagy csak egy lebegősziget, vagy ha egyszerűbben akarjuk megvolni, akkor csak egy ilyen márvány, futurisztikus lebegő építmény úgysem nagyon fog látszani, szóval remélem nem rontja el itt a kis középkori városkánknek a hangulatát. Szóval ez itt lesz fent, és remélem annyira nem lesz problémás dolog. Ja, most már nagyjából felhőszinten vagyunk. Mi a magasságunk kb. Most? 218-220. Jó, itt szerintem már elég jónak kell, hogy legyen. Eléggé közel vagyunk a csillagokhoz is, meg úgy minden ilyesmi. Kibővítem ezt a területet, így. Ennyivel. Na most egy dolgot elfelejtettünk, ami igencsak probléma, felhozni magát ezt az altart ide, de nem baj, ledobom ide majd a waystone-t, és hogyha az itt megvan, akkor valahogy jelenni kéne, hogy hol ennek a közepe. Ez volt a közepe, ugye? Ez így kezdetnek talán lesz is elég hely nekünk, hogy el tudjunk boldogulni, úgyis majd át kell dolgoznunk ezt egy ilyen altarosabb dizájnra, és akkor egy waystone-hoz beírom
hogy legyen mondjuk Astral. Oké, done. És menjünk haza. Na most a kérdés az, hogy hogyan tudok itt a legjobban lejutni, hogyha ide lövöm ezt itt. Jó, oké. Oké, félelmetes ez a cucc, de ezt még le kéne itt faragni. Na most nagyon-nagyon jól jön a grappling hook, tehát ezt a modot tényleg szinte el se lehet kezdeni, hogyha az embernek nincsen grappling hookja. Hát ez most zseniálisan jöjjön, de tényleg ez most a lehető legjobb, ami csak itt történhet velünk, hogy így alulról is be tudunk menni és le tudjuk faragni ezt az oszlopot. Oké, szóval ezt érdemes volt mindenféleképpen megcsinálni. Na, itt is van az altarunk, már kapom is fel. Ebben pedig még talán van egy kis lötyi, amit ki tudok szerezni ezzel a bucket-tel, Liquid Starlight. Oké, hát ez meg már maradhat, ez nyugodtan elveszhet, én nem fogok érte megharagudni, úgyse túlságosan értékes. Mi kellhet még? Szerintem pár ilyen alap nyersanyagot talán vihetnék fel, hogy vas, meg glowstone, meg ilyesmi. Szóval még biztos szükségünk lesz. Arany, pálca, fa. Ez így csak meg az Astral Sorcery-t? Ja, még egy pár üveg, de az nálam is van, meg majd még kell is készíteni, és akkor induljunk fel, és akkor encsetőjük át ezt egy jobb változatává. Még egy erősebb altarunk legyen, és még jobb tudszokat lehessen vele elkészíteni. Astral. Oké, és akkor ide be középre a kis Luminous Table-ünket. Nézzük, max, azonnal, olyan szinten gyorsan megtöltődött maximumra ez az energia, amilyen gyorsan csak lehetséges. És akkor nézzük, csak kellett hozzá ehhez biztos, hogy egy ilyen Liquid Starlight. Kellettek hozzá még, nézzük meg itt egy kis könyvünket. Oh no, egy rock kristály is kellett, nem mindegy, akkor a többit azt kifillelem, amivel csak tudom. Szóval itt vannak a márványok, ezt a ládát ide leteszem, és akkor itt lesznek majd a craftingok. Nekünk meg nagyon gyorsan vissza kell mennünk, és akkor idehozni a rock kristályokat még mielőtt teljesen fel nem jön a nap. Oké. Jézusom, ez a világ legveszélyesebb művelete még mindig, amit itt csinálok ezzel a grappling hookkal. Hihetetlen ez a cucc. Jó. Itt is vannak valahol, itt vannak a rock kristályok, és ezt is visszük, ez is még kellhet. Oké. Van itt nekünk ez a return scroll. Ezzel itt vissza is megyünk, és gyorsan bepakoljuk még mielőtt, ameddig még csak lehetséges, és valamiért nem adja ki a craftingot, de vajon miért nem? Ja, mert itt egy chiseldek kellenek, jajajajaj, chisel, gyorsan, egy chiseld, hogyan kellett még ilyen chiseldet csinálni? Jó, csak négyet összepakolunk, hol egy crafting? Jajajajaj, nagyon jó, jön fel a nap, de idegesítő ebben a módban viszont ez, hogy ennyire csak este tudunk ezzel foglalkozni, még jó, hogy nagyon erős helyen vagyunk, és így még mindig nem csökken az energiája. De miért nem mondja ki még mindig? Jaj, de újra pillárok kellettek, oké. Jaj, elkezdett csökkenni az energia. Jaj, de még mennyire. És nem tudtuk, és pont most sikerült megcsinálni helyesen a craftingot, és újra elkezdett csökkenni. Na jó, jöhet egy gyorsítás szerintem a következő estéig, mert nem lehet valahogy estét csinálni itt a modpackben? Na mindegy, valószínűleg erre nincsen mód, mert melyik az a modpack, amiben lehet estét csinálni rendesen. Egy következő este visszajövök ide, és akkor ezt megcsinálom. Hú, ez itt most baromi idegesítő volt. Nagyon szuper. Csak egy dolgot nem hagytam volna otthon, akkor ezt itt már rég meg tudtuk volna craftolni. Viszont akkor megnézhetnénk, hogy mit is tudnak ezek a grappling hookok meg. Ugye van egy motorized grappling hook, amihez talán ez a legértékesebb, mert a többi ez igazából ez csak egy redstone kell, és az előző motorized grappling hook, ehhez egy ilyen ender staff, tehát ez igazából csak egy pisztoly, egy ender pearl, úgyhogy ez nem egy nagy cucc. Ezt viszont nem tudom, ez sem egy nagy tud, csak iránytű kell hozzá, meg vas, és dual grappling hook sem egy nagy tud. Szóval ez talán a legértékesebb, mert ehhez kell ilyen motor, és ezeket a motorokat viszont egyáltalán nem olyan egyszerű összepakolni, mint az ember gondolná, mert ilyen ender IO-s cuccok kellenek bele, bár végül is ez sem egy nagy tud, mert jó, igazából egyik sem egy nagy tud, azt nézem, most hogy ez így kiderült. Mégis talán ez a legmacerásabb, de össze lehet hozni. Mindenesetre viszont nekünk vannak, ugye itt dobtak az egyik részben az egyik zombi egy ilyen motort, és szerintem ez a performance motor is jónak kell, hogy legyen hozzá, úgyhogy pisztont még magamhoz veszek, sőt többet is szerintem. Kell nekünk akkor még ender pearl, így kettő darab, oké. Kell nekünk még vas, jó, és akkor csinálunk egy csákányt, plusz csinálunk egy ilyen ender staffot, ebből csinálok kettőt is, oké. Ez magában is valamit tud, talán ki tud minket lőni, wow, aha, olyan, mintha oda tudnék teleportálni, vagy inkább csak ki tudna lőni ebbe az irányba, amerre mutatok vele. Sajnos a, ez dura volt, sajnos a levegőbe minket
nem tud még egyszer megdolni és az egyik irányba elmenni vele, de igazából amerre mutatok, arra dob, és úgy látszik, hogy ilyenkor még a fold damage se nagyon hat rám. Ez király. És még csak nem is használódik ez a cucc. Hihetetlen. Jó, ezek nagyon jó, nagyon-nagyon jó cuccok. Ez is a grappling hook mod, igen, ez is a grappling hook mod adja be. Baromi olcsó és nagyon-nagyon jó cucc. Kellettek nekünk még ugye akkor ehhez leadek, és akkor csinálok egy ilyen grappling hookot, és hozzáteszem még ezt az ender staffot. De mit tudod, hogyha ezt a kettőt összekombináljuk? Tehát kilövöm. Na most egyrészt ez baromi gyorsan kilövődött, és hát egyelőre ugyanazt tudja, nem? Mint a másik. Mi a különbség vajon? Talán az, hogy gyorsabban ki tudja lőni. Valószínűleg csak ennyi lehet, mert inkább csak azt látom. A leírás is csak azt mondja, hogy speed up és change direction, de hogy értve change direction? Ha mondjuk így kilövönném erre, és így húzok erre felé, húzodok erre felé, és akkor így meg akarom változtatni az utamat, akkor így nagyon gyorsan megtudom, vagy mit érte az alatt, hogy change direction, nem mindegy. Megnéztük ezt, nézzük, mit tud a motorize, mert végül is az a legdrágább ezek közül. Hozzádobjuk ezt a motort, na nézzük. Most erre azt írja, hogy hát semmi különös, csak az, hogy a hook felé húzza a játékost. Akkor elvileg ez is ugyanazt tudja, mint az alap. Ja, hogy azonnal oda húz. Ó, aha. Ez végül is olyan szempontból jobb, hogy legtöbb esetben ez sokkal jobb, mert itt tényleg olyan úgy érzem magamat, mint hogyha én lennék a Paukember. Azonnal oda tudunk húzni bármihez, vagy így van fall damage-em, hogyha így... Ó, itt nincs is fall damage-em, úristen, akkor várjátok, ezt most ki kell próbálni. Bum, oda húzom magamat ehhez a felhőhöz. Oké. Okay. És... ledobom a grappling hookot és a földhöz húzom magamat tiszterőből és nem halok meg. Hát ez valami iszonyatosan király. Ez nagyon-nagyon jó. Olyan szempontból rossz csak ez, hogy ezzel nem lehet úgy lengedezni, mint a másik grappling hookkal, ami ugye sima. Tehát vagyis az ender, inkább az ender az egy kicsit jobb. És akkor most már csak egyet kéne kipróbálni. Smart motorized grappling hook. Na akkor ehhez még hozzákeverünk egy redstone-t. Így. Oh no, nem kellett volna használnom, mert most így használva nem tudom már ezt átalakítgatni, nem vagy csak még egyet, és úgyis lesz majd belőle dual grappling hook. Vascsákányok, lead, a motorból viszont még kéne szerezni, akkor sajnos mégsem olyan egyszerű, mint gondoltam, mert ez kéne, akkor még egy ilyen engine. Melyik a legolcsóbb? Ez a legolcsóbb. Ez csak ezek kellenek, jó, gyorsan összedobjuk akkor ezeket is, tehát ez, még egy kis cobblestone, és akkor két ilyen gear, egy gear, még egy gear, okés, és mi kellettek még ilyen magnetic iron rod, ehhez ugye vas kell, meg redstone, így egy hármat lepakolunk belőle, vas, elég lett volna csak kettőt, jó, és akkor nézzük meg ezt, bum, oké, meg is van, rendben, ide tesszük a friss grappling hookunk mellé, van egy motorizedunk, és lesz akkor így egy smart motorized, megvan, de jó, na most akkor erre nem ír különleges dolgot, de gondolom lehet kapcsolgatni a módok között, nem? Aha, tehát ez is azonnal odahúz minket. De olyan, mint hogyha amerre néznék, arra csökkenik. Tehát én most nem mozgatom, hogy süllyedjek egyik irányba, csak amerre nézek fel vagy le, arra fog engem azonnal húzni. Aha. Tehát így valahogy így meg lehet azt is csinálni, hogy az ember tudjon lengedezni is, ha kell neki. Akkor igazából csak ebben okosabb, mint a másik, de szerintem ezt olyan nehéz használni így, hogy az embernek figyelni is kell arra, hogy merre néz, hogy oh no, én maradok inkább a sima motorized grappling hooknál, és abból szerintem majd a dualt kipróbálom, mert ez ugye elég jónak tűnik. Na de viszont este lett közben, úgyhogy itt az idő elkészíteni az altar fejlesztésünket. Igen. Itt van, meg is van, maxos energia kellett neki. Na, tessék, végre. Na, és akkor elkezdett már itt ekkor is ilyen particle effektek megjelenni, és csodálatos altarfejlesztési folyamat végeredményeként megszületik, már nagyon-nagyon fényes, már nagyon-nagyon fényes, megszületik a fejlesztése, ami így néz ki, és ennek segítségével már plusz 4 itemet is be tudunk ide tenni. Meg valamiért ilyen piros lett ez a csík, de ez gondolom csak azért, mert ez önmagában annyira jól nem működik, ehhez meg kell építeni egy ilyen multi-block structure-t, hogy ez rendesen magába tudja szívni az energiákat. Úgyhogy itt meg is mutatom még gyorsan ezt így az Akisztik Tómon belül. Ugye megnyílt egy új fejezetünk, az Attunement, de szerintem, hogyha ide jövünk ehhez,
Igen, és itt tovább lapozunk, akkor itt láthatjátok ezt a formációt, amit majd a következő részben meg szeretnék építeni, és akkor működni fog ez az altarunk is neki. És közben, hogyha megnézzük ezt az új fejezetet, ugyanis minden egyes altar fejlesztésünknél ugye egy új fejezet oldódik fel, akkor itt egy csomó új küldetést meg tudunk nézni, és itt lesz majd a következő altarunknak a fejlesztése, ami meg már ennyire nagyon komplexül fog kinézni, és te úristen mekkora. Na jó, de ez majd csak a következő részek története lesz, úgyhogy találkozunk majd ott, és remélem tetszett ez a mostani epizód. Köszönjük, hogy itt voltatok, és mindenféleképpen csekkoljátok le a későbbiekben a Facebook, illetve Instagram bejegyzéseket a versenyekkel, meg ilyen nyereményjátékokkal kapcsolatban. Addig is pedig minden jót, és sziasztok!